Üres kasszával vág neki a 2024-es esztendőnek a főváros, ismerte be Karácsony Gergely helyettese. Budapest jövőre 300 milliárd forint iparűzési adóbevétellel kalkulálhat, mégis 5 milliárdos hiánnyal tervezik a baloldali többség által elfogadott költségvetést. A Fidesz szerint Karácsony Gergely csődbe vitte Budapestet, és elherdálták a Tarlós Istvántól örökölt több 100 milliárdos megtakarítást. Szaniszló Sándor meghökkentő kijelentést tett egy a közgyűlés adott interjúban. A DK-s polgármester szerint az Amnesty vezértestvérének számlagyár ügye összefügg a guruló dollárokkal. A témában Barnának érkezett vendége. Köszönöm szépen, Palóc Andrea vendégem, a századvég közéleti tudásközpont vezető elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Végig olvastam én Bagdi Gábornak a Tarlós István főpolgármestersége, de pénzügyi, tehát gazdasági főpolgármester helyettes volt. Azt mondja, hogy ugyanarra szintre süllyedtek, mint a Demszky idején, mert Demszky Gábort 20 éves főpolgármestersége záró akkordjaként, 180 milliárd adóssággal és 60 milliárd működési hiánnyal vették át a fővárost. Most gyakorlatilag Karácsony Gergely 4,5 éve után majd nem megint ugyan a helyzet. Miért ennek az oka? Ugyanaz a technika, taktika, vagy mi van itt a háttér? Muszáj a politikai realitásról beszélnünk, hiszen akkor, amikor megnézzük a két korszakot, akkor vannak egyrészt személyi összefonódások is, illetőleg gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a Gyurcsány korszakhoz köthető, a Gyurcsány politikai érához köthető politikai arcok ugye visszatértek Karácsony Gergely több kulcspozícióra, és őket gondolta, vagy vélte a legjobb jelöltnek, akit lehet, független attól, hogy van egyfajta mondjuk úgy, hogy visszatérő motívum, hogyha baliberális vezetése van a fővárosnak, a pénzügyileg kevésbé fegyelmezettek, ezt így mondják szépen, csúnyában úgy is lehet fogalmazni, hogy elherdálják azokat a forintokat, amelyeket rájuk bíznak. De legnagyobb baj mindig az ezzel, hogy a választók ennek a vesztesei független attól, hogy ők Karácsony Gergelyre vagy másra szavaztak például 2019-ben, hiszen a fővárosnak gyakorlatilag így ebben a formában látható, hogy fejlesztései, fővárosi komoly fejlesztései rendre elmaradnak. De itt van például ez a 4 milliárdos külföldről jött támogatás, amit a tavalyi választások, amit senki nem vallja be, vagy nem mondja meg, hogy hova lett a pénz. Senki nem tud semmit. Volt pénz, nincs pénz, valahol csak van. Ugye azért ezt fontos látni, hogy ha megnéztük a 2022-es kampányban, hogy milyen jelenlét volt a baloldal részéről, vagy akár csak Karácsony Gergely mozgalma részéről, azért lehetett látni, hogy komoly költések voltak, akár az utcán, akár plakátok formájában, vagy hasonlók, akár az online térben mindenféle hirdetés ebből került finanszírozás. Ugye ezzel kérkedett is az ellenzék miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter, hogy az egész innen indult, hogy ő mint egy kvázi büszkélkedve mondta el, hogy érkeztek pénzek. Azóta kiderül, hogy mindig egyre nagyobb és nagyobb az a szám, amiről szó van. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyi lesz a vége, mennyi lesz a végösszeg, ahogy tovább gurul ez az ügy. Szerintem itt az az érdekesség, hogy politikai célra használták fel ezeket a pénzeket, ez világos, ugyanakkor mindenki próbálja most utólag így eltagadni ezt az egészet, illetve azt sejtetni, hogy ő nem tudott róla. Szerintem politikai felelősség kérdése továbbra is nyitott, Karácsony Gergelynek pedig úgy tűnik, hogy egyre inkább nehézkessé válik ez az egész ügy. Nem tudom, hogy elszólás volt-e, vagy nem gondolta át, nem tudom. Elhangzott Szaniszló Sándor DK-s polgármester szájából, hogy minden mindennel összefügg, amikor rákérdeztek bizonyos pénzekre, gyakorlatilag itt a cégtemetőt üzemeltető ex-ügyvéd, mindent, hogy itt egy nagy, mint egy, most tudom, egy ilyen horgoló tűvel össze-vissza piszkálgatott gombolyak, tehát ez, hogy lehet ezt kifejteni, hogy ki hova, merre, meddig fogott össze a másik, igen, vagy nem? Valóban az ember úgy érzi, mikor erről beszélget, akár mindenféle stúdióban, akár csak olvas cikkeket, hogy már-már inkább detektívnek kéne lenni ahhoz, hogy megértsük, hogy akkor most pontosan hogyan fonódtak össze a szálak. Ami itt világosan látszik, és szerintem ebben, bár nyilván Szaniszlót kéne megkérdezni, de ha engem kérdez, akkor az a tippem, hogy ez nem volt véletlen elszólás. Valóban vannak mondjuk úgy arra utaló jelek, hogy itt sok minden összefügg a háttérben, és itt mindig azt tűnik ki a legvégén, hogy valahogy rávetül a gyanú arra, hogy a pénzeket
nem szabályosan használták fel, és arra is rávetül a gyanú, itt a személy összefonódásoknak sokkal nagyobb a súlya, mint az korábban lehetett sejteni, és az sem véletlen talán, hogy ahogy haladunk erőre a guruló dorálok ügyében, most már az is kitűnik, hogy ez egészen sok helyre vezet egyrészt vissza, másrészt szertágazóan el különböző egyéb politikai szereplőkhöz. Baloldali, balliberális európai parlamenti képviselők magyarokról beszélnek, a Cseh Katalincs azt mondja, Donát Anna is, hogy azt szeretnék elérni, hogyha Magyarországnak járó uniós pénzek a kormány kikerülésével egyenesen az önkormányzatokhoz mennének, legalábbis egy része. Na most ez Budapest esetében mit jelentene, ha most sem tudják megmondani, hogy hova tűnt ez a pénz? Hát ez olyan kérdés, hogy Kalambó három szivart már elszívott volna is, még lehet, hogy a kérdést föl se tette. Inkább úgy tűnik nekem, hogy ezzel kapcsolatban van egyfajta kettős beszéd a ellenzék részéről, ha már az uniós pénzeket szóba hozta, vagy azt mondják, hogy ne kapja meg Magyarország a forrásokat, vagy azt mondják, ha megkapja, akkor se a kormányzat kap. Tehát különbséget tesznek az ország és az önkormányzatok között, mintha ők, mint a pár ellenzék önkormányzat vezetői, a letéteményesei lennének annak, hogy a forrásokat hogy kellene jól felhasználni, érvelnek ők. A beszélgetésünket, hogyha visszaemlékszik, és a nézők is emlékeznek, pont azzal kezdtük, hogy mind a Demszkijéra, mind pedig Karácsonyéra, hát sok mindenről nevezetes maradt, de már most kijelenthető, hogy a pénzügyi fedelmezettség nem a legjobb erényük, hogyha innen közelítünk, akkor hát ha több pénzt kapnának, ott csak logikusan az következne ebből, hogy több pénz az, aminek esetleg valamilyen formában lába kelhet. Nem értem én, hogy ember odadugja a mikrofont, már még az ellenzékről beszél, orra alá, és kérdeznek valamit, vagy meg se áll, vagy nem nyilatkozom, majd megmondom, majd kiderül, és én nem lehet odaállni, hogy kérem tisztelettel, ezt történt, taktikáznak. Ja, mondjuk megértem, mert jövő júniusban választás lesz. Én azt gondolom, hogy a helyzet komolyabb, mert hogy valóban ki lehetett volna állni, ha nem volna semmi, ha mondjuk úgy, hogy vaj a fülük mögött. Tehát, hogyha minden rendben lenne a financiális kérdésekben, hogyha pénzügyekben átláthatóak és teljesen pontosak lettek volna az elmúlt időszakban, és ha nem volna például hiány a fővárosban, akkor valóban ki lehetne állni büszkén, sőt, lehet, hogy pont nekik akkor össze is hívnának akár egy sajtótájékoztatót ez ügyben, no, de nem így áll a helyzet, pont, hogy inkább elfedni szeretnék azt a típusú most kialakult állapotot, amiben találják magukat, félve attól, hogy ez rávetül a saját ellenzéki kampányukra. Érdekes, Tarlós István előző főpolgármesternél minden héten volt sajtótájékoztató, és lehetett kérdezni bármiről, nem kellett előadni neked, bármiről. Most se sajtótájékoztató, meg se állnak válaszolni, nem nagyon ért. De emlékeztetném nézőket is arra, hogy amikor a Karácsony kampány annak idén elindult a fővárosba, amikor jelentkezett arra, hogy főpolgármester lesz, akkor átláthatóságról beszélt és folyamatos egyeztetésekről a választókkal. Hát így néz ki az, amikor ez a gyakorlatban megvalósul. Mérleget lehet vonni, hogy gyakorlatilag Tarlós István lényegében hetente tartott a fővárosi szinten sajtótájékoztatótól lehetett tőle akár igencsak hosszan kérdezni. Hogy? Most pedig ennek a, hát mondjuk úgy összöges ellentéte van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást.